Globális gazdasági mutatók szerint jó üzlet lehet Magyarország elszennyezése és a Kárpát-medence erdőségeinek kiirtása és a vízkészleteink kiszipolyozása. A helyi emberek nem véletlenül mindig ez ellen vannak, a helyi embereket esetleg nem zavarja az, hogyha Madagaszkárban kihalnak ritka emlősök, de az nagyon zavarja, hogyha a helyi vízkészletek elfogynak, vagy a helyi erdő eltűnik. És ilyenkor megszűnnek a politikai nézetkülönbségek is a helyi közösségeknél, tehát hogy így legalábbis van. Hát ez így van kivéve Magyarországot, ahol a politikai gyűlölködés soha nem szűnik. De hát mondjuk ha most Debrecent veszem, akkor azért, mint most akkor ez... Igen, de hát próbálják is rásütni, hogy ezek a Soros ügynökei. Áll Debreceniek. És mind, igen, nem igazi Debreceniek, nem igazi környezetvédők, hanem ügynökök.